estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Mozgalmas időszak álkozzák Luca mögött. Az országos bajnok gátfutó az elmúlt hetekben több rangos versenyen vett részt Európában. Az eddigi szereplésekről és a folytatásról vele beszélgetek a mai műsorban. Szervusz Luca, köszöntelek a műsorban itt nálunk. És hát üdv itthon, ugye az elmúlt hetekben azért sokat ingáztál itt Európában, ugye Olaszország, Csehország, Lengyelország, és hát a folytatás is jól fog alakulni. Hát picit mesélj, légy szíves, milyen volt itt a szezonkezdet, szabadtéri szezonkezdet, ugye tudjuk, hogy rögtön Olaszországban egy olyan pályán vettél részt egy versenyen, amit nagyon szeretsz. Igen, Savonában volt az első gátas versenyem, előtte egy kicsit is sprintelkedtem itthon a csapatbajnokság elődöntőjében, 100-an és 400-an futottam, de Savonába vissza akartam menni, hiszen tavaly ott sikerült az olimpiai szintet teljesítenem, amúgy egy nagyon jó verseny, nem nagyon kicsi verseny, de nagyon jó pálya van, nagyon rendesek a szervezők, és amikor körülbelül március végén írt a szervező, hogy lesz idén, és akkor mondtam, hogy persze megyek. Ez a futásom az eléggé szezon elején volt, 13-16 lett azt hiszem a vége, de azért nagyon sok hibát vétettem, és utána az volt a cél, hogy a következő versenyeken ezeket kijavítsam, és még mindig ez a cél, hiszen nem érzem úgy, hogy lett volna egy olyan igazán tökéletes futásom. Ilyenkor egyébként ez teljesen normális, hogy a szezon elején, amikor ugye fedett pályás 60-ról átváltatok 100 méterre, akkor így picit tapogatózással kezdődik a szezon? Nem is inkább emiatt az átváltás miatt, hanem ugye a főverseny, az Európa-bajnokság az augusztus legvégén lesz, tehát az még mindig majdnem 2 hónap, és ezért benne vagyunk a munkában. És hiába van meg a gyorsaság és az erő, amikor fáradt az ember, nem annyira friss, akkor a technikai dolgok nem annyira állnak össze könnyen, úgyhogy inkább ennek tudhatóban ez az ilyen szezon elejé kis lassabb versenyek, de én bízom benne, hogy ha elkezdem kicsit felkönnyíteni, vagy majd augusztusban rendesen felkönnyíteni, akkor jönnek a gyorsabb eredmények. Amikor itt Olaszországba visszatértél a Savonába, ugye a tavalyi szép eredmény után ilyenkor egy picit teljesen más hangulat, teljesen más atmoszféra költözik oda köréd is, beléd is, hogy ugye egy olyan helyen vagy, amit a szíved egyik csücskének lehet nevezni itt a pályákat értve. Nyilván, hogyha valaki megnézi, milyen versenyekre szoktam így általában elmenni, vannak olyan versenyek, ahova nagyon szívesen visszamegyek, és például a felett pályán van a toruni verseny, ahol szerintem 4-5-ször voltam. Most megyek Turkuba, 3. leszek ott, úgyhogy ha egy hely bejön, akkor oda jó sokszor vissza szeretek menni, feltéve van női gát. Na és milyen volt akkor a csehországi állomás? Az is egy kedvelt helyszín? Most voltam először Osztrában, ez egy Golden Spike nevezetű verseny, ez egy eléggé neves verseny amúgy, Usain Bolt minden évben futott itt, úgyhogy nekem ez egy ilyen nagy bakkancsistás verseny volt, hiszen az elmúlt 5 évben nem volt női rövidgár, csak hosszú, úgyhogy nagyon örültem, amikor meghívást kaptam és futhattam, hiszen tényleg mindig el akartam jutni, és így furán hozzá, hogy Osztrába a bakkancsistás, de tényleg egy nagyon nagyon jó verseny volt, nagyon jó szervezés, egy nagyon szép stadion. Egy baj volt, hogy szembeszélünk volt, de ez benne van a pakliban, de így is 12-89-szer 5. lettem egy nagyon erős mezőnyben, úgyhogy ez egy nagyon jó verseny volt, és ha lesz nőgát, visszamegyek oda is. És hát ugye az európai szinten, az európai versenyzők közül ez a 3. legjobb idő volt ebben az évben? Azt hiszem, igen, még mindig a 3. Milyen volt egyébként az a körítés, egyébként itt, amikor elmész egy ilyen versenyre, külföldre, mennyire van az, hogy tényleg szeretnéd akár egy új helyszínen, mint Osztrava megmutatni, hogy ki is vagy te valójában, hogy kicsit jobban megismerjék a nevedet? Szerintem, hogy Európán belül ismerik a nevemet, de nyilván van jó és rossz oldal, amikor egy új helyszínre megy az ember. Ugye a jó oldala az, hogy kap egy új ingert, a rossz az azt mondja, hogy amire számítson. Tehát volt olyan, hogy mondjuk nem tudom, hogy kell melegíteni, nem tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, de ha már ismersz egy helyszínt, akkor tudod pontosan, és nem kell ezeket újra átjárnod. De én szeretek új helyekre járni. Idén ugye voltam most Osztrovában, már ki van az új hely, most már csak ilyen bejáratott versenyeim lesznek, úgy néz ki. Na, akkor ezekről egy picit beszélgessünk már, illetve arról, hogy most ebben a hosszú folyamatban ugye az Európa-bajnokságig most hogyan álltok, hogyan tart a felkészülés, ugye Soba László edződ is szokott itt lenni általában egyébként. Mennyire elégedett a mostani formáddal, hogyan haladtok ezen a kitűzött úton? Ő meglepően szerintem elégedettebb, mint én vagyok saját magammal. Ugye utána futottam még Lengyelországban 13.05-öt, az is egy eléggé hibás verseny volt, összeakadtam a mellettem lévővel, úgyhogy ott is voltak hibák, de ő teljes mértékben nyugodt, tudja, hogy mi a cél, mi a terv a következő másfél hónapra, és mondta, hogy azért látja a többieket is, akik versenyeznek, hogy azért senki nincsen még csúcsformában, tehát mindenki az eléggé a szezonai formát mutatja. A következő verseny az jövő héten kedden lesz Turkuban, amit már mondtam, utána meg az országos bajnokság lesz rá
bő egy hétre, az Pesten az MTK pályán, ott pénteken 100-at fogok futni, szombaton meg gáton fogok rajtezálni, úgyhogy ez így tök jön, hogy mind a kettőt meg tudom csinálni, és ugye a címvédő mind a két számban, és nyilván szeretném ezt megtartani, ezt a címet. Utána még pontosan nem tudom, hogy lesznek a versenyek, hiszen lesz egy ilyen nagyobb szünet a világbajnokság miatt, nem olyan lesznek Európában versenyek, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, mit tudunk bevállalni, és utána augusztus elején egy Gyulai Memorial lesz az utolsó főpróba az EB előtt. Most a turkói verseny akár lehet főpróbája az OB-nak? Mint címvédő azért gondolom, hogy a nyomás azért picit ott van. Turku is egy olyan verseny, hogy nem tettem, kétszer már voltam ott, két éve egyén csúcsot futottam, tavaly meg sikerült megnyernem, úgyhogy nyilván én úgy megyek, hogy szeretnék egy ideileg jobbat futni, hiszen minden versenyen ez a cél, hogy lépjünk előre. És az OB-ra azt beszélt Lecibe, hogy egy kicsit már visszabeszünk, egy kicsit felkönnyítünk minimálisan, úgyhogy ott meg akár még jobb eredmény is kijöhet. Időeredményeket miket tűztél ki? Én minden éve megtervezem, hogy mikor, hol, mit fog futni szépen, és sose jön be, úgyhogy idén én nem terveztem igazából semmit. Az a cél, hogy mindig egyre jobb és jobb legyek. Nyilván szeretném a 12-71-es országos csúcsomat tovább javítani, de úgy konkrétan én most el semmit nem tűztem ki magamnak, szeretném élvezni a versenyeket, szeretnék jól futni, és utána meglátjuk. Viszont azért gondolom, a müncheni EB-re azért vannak tervek, célok, azért nyilván szerencsére vannak, Európában vannak. Már, ahogy te is mondtad, már magasan jegyzett vagy. Igen, nyilván ott az első lépés az, hogy a döntőbe kell jutni, hiszen nagyon erős lett így az elmúlt másfél évben. Nem is az, hogy erős, hanem sűrű lett a mezőn, nagyon sokan vagyunk hasonló idővel. És az elsődleges cél a döntőbe bejutni, ott meg én szeretnék az első felébe végezni, akár a dobogóra felfutni, de ez majd tényleg csak ott augusztus 21-én fog kiderülni, hiszen tényleg nagyon sokan vagyunk nagyon hasonló időeredménnyel, és az aznapi forma fog dönteni szerintem. Már csak annyit árulja nekem, hogy pihenésre egyébként most jut idő, vagy ez abszolút de majd így az ősznek lesz majd a feladata? Nem, ilyenkor ugye nekünk a szezon az május elejétől szeptember közepe végéig tart, úgyhogy a pihenés az majd csak szeptemberben jön, de ez ilyen kicsit máshogy van, mint egy átlagembernek, de majd szeptemberben hátha jutok egy hétre, másfél hétre pihenni valahova. És úgy, hogy elégedett leszel. Természetesen. Hát Luca, bízunk benne, hogy tényleg amiket itt elmondtál és elterveztél, azok meg is fognak valósulni. Figyelemmel követtünk, ahogy szoktunk, és remélhetőleg tényleg egy nagyon szép nyár várik most. Hát köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozunk a jövő héten és a viszontlátásra.